próbált tesztem, picitől szeretném tudni, hogy mi történt, mert láttuk, hogy automatikusan érkeztél, mesélj egy kicsit, hogy mi volt az esemény. Hát igazából sok volt, nem nagyon van itt ezen mit magyarázni. Talán mencsőről lehet mondani azt, hogy előtt törőző körben ott törtek össze egy Mitsubishit, és valószínűleg voltak is olyan pályán. De igazából én azt gondolom, hogy túl gyorsan érkeztünk, és neki mentünk egy ilyen beton szegélynek, egy ilyen beton dalánynak. Kicsit a bal első futó, ami megsérült, féktársát kell cserélni, szerintem gólyalábat, ilyesmit. De hát a jó hír az, hogy abszolút második időnk van a Solberg mögött, a Ségdalom, úgyhogy azért az életem egyik legjobb eredménye ideig, amit sikerült összehozni. Gratulálunk! És hogy tetszik ez a teszt, hogy belülről milyen a... Mert úgy tűnik kívülről, mintha egy szalomverfélen, inkább nem egy teszt. Igen, hát egyetlen nem hasonlít a pályákhoz, tehát a pályák azok teljesen mások, nem hasonlítanak erre. Én azt gondolom, hogy az kiderült, hogy az esős környezet, ez talán nekem is, meg az autónak is kicsit talán jobban kedvez, hogy jobban fekszik. Úgyhogy nagyon boldog vagyunk. Annak ellenére, hogy most van egy komoly vékár az autón, de srácok meg fogják csinálni, nem lesz semmi gondot teszünk rajta, úgyhogy ez a feladatunk van, mert már. Szeretném kérdezni, hogy láttad bentről ezt a kis affért, ami történt az autótokkal, az esemény leírnád, mi volt? Hogy történt? Szokásosan odaérkeztünk a Murváról 5-dikkel, ahogy egészen eddig. És most a tréleres emberkétől tudtuk meg, hogy 10 perccel ezelőtt behozott egy Mitsubishit, aki ott már neki ment a falnak, valami vagy defektje volt, vagy valami problémája. És lehet, hogy felkerült az útra valami, amit megcsúsztunk. Féktáv sem volt röviden, mert ez egy nagyon szűk visszafordító, egyest kell kapcsolni. Eddig mindig hibátlanul kiadta, most ez benne van, de azt hiszem ez a második, abszolút második idő, ez kárpótol bennünket. Remélem a fiúk össze tudják rakni, bár szerintem nincs nekik megoldhatatlan. Este lesz majd még egy hivatalos rajtszeremóniánk, aztán reméljük, hogy holnap minden rendben lesz. Szóval az időjárási körülményekhez? Hát most már azt mondjuk, hogy inkább essen, mert ugyebár szárazon kijönnek az erőkülönbségek nagyon az autók között. Ez Bulgáriában is látszott, amikor leesett szombaton az első, gyorsan tudtunk menni egy abszolút hatodik időt. Reméljük, hogy most is esni fog, most már azon vagyunk, bár nem szeretek esőbe menni. De Frici nagyon gyorsan megy esőbe, úgyhogy reméljük esni fog, és minél előrébb tudunk végezni gondmentesen. Köszönöm szépen! Köszönöm!